Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió fél hatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Szeptember 6-a van, a Zakariások ünneplik névnapjukat. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Magyar Összefogás néven indít listát a VMS a Magyar Nemzeti Tanácsi Választáson, közölte Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádióban. Határozott a kormány, mától 129 dinárba kerül a 2,8% zsírtartalmú tartós tej. Az elmúlt 5 évben Szerbiában több mint 442 fiatal vesztette életét közlekedési balesetben. Megcsappantak a vértartalékok Szerbiában, mindenkit arra bíztatnak az illetékesek, hogy adjon vért. Már készül a november 13-ai Magyar Nemzeti Tanácsi Választásra a Vajdasági Magyar Szövetség. Pásztor István pártelnök a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában elmondta, a VMS Magyar Összefogás néven indít listát. Többségében felkészült pártagok kerülnek fel rá, de mások is. Pásztor az új magyar köztársasági elnök szerbiai látogatásáról is beszélt, és arról is, hogy miként alakulhatnak a Prosperitáti Alapítvány pályázati kifizetései. Egyelőre nem valósulhatnak meg bizonyos nagy volumenű vajdasági feldolgozó és szolgáltatóipari fejlesztések, amelyek pénzeléséről tavaly decemberben hozta meg az elvi döntést a Prosperitáti Alapítvány, magyarázta az SML reggeli műsorában Pásztor István, a VMS elnöke. Ezekhez a magyar kormánynak 19 milliárd forintos összeget kellene biztosítania. A nehézséget az ukrajnai háború, az energiaárak elszabadulása, a gazdaság jelenlegi helyzete és nem utolsó sorban a brüsszeli források elmaradása jelenti. Emiatt a magyar költségvetés nem a tervezettek szerint alakul. Ismertette a helyzetet Budapesten Pásztor Istvánnal Magyar Levente, a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese. Át kell csoportosítani a forrásokat, át kell csoportosítani a lehetőségeket, hogy ennek a kötelezettségnek a finanszírozására sor kerüljön. Tegnap erről beszélgettünk, és én azt látom, hogy lassacskán körvonalazódik, ha nem is az egész pénzre vonatkozó reális rögtöni lehetőség, de ennek a vállalt kötelezettségnek a lépésről-lépésről történő teljesítésének a lehetősége az, azt gondolom, hogy karnyújtásnyira van. Újra a Magyar Összefogás néven indít listát a Vajdasági Magyar Szövetség a Magyar Nemzeti Tanácsi Választáson, közölte Pásztor István. A lista várhatóan a hétvégéig elkészül, tette hozzá. Egy erőteljes VMS jellegű listát szeretnénk állítani, de nem pártpolitikát, vagy nem klasszikus értelemben, negatív értelembe vett pártpolitikát szeretnénk az MNT-ben csinálni, hanem azokkal az emberekkel szeretnénk az MNT feladatait ellátni, akiknek erőteljes pártpolitikai nemzeti elkötelezettségük van, és akik hajlandók arra, hogy megvívják a csatákat annak érdekében, hogy előbbre lehessen haladni. A kampány folyamatosan tart, de lesz egy körülbelül 3 hetes intenzív időszak, amikor beszámolnak az eddig elért eredményekről, és közben felhívják a figyelmet a népszámláláson való részvétel fontosságára, és arra, hogy a vajdasági magyarok vallják magyarnak magukat, és nyugodtan közölhetik a felekezeti hovatartozásukat is. Hivatalos látogatásra Szerbiába utazik Novák Katalin magyar köztársasági elnök pénteken, közölte a Sándor Palota. Az államfő Belgrádban megbeszélést folytat Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnökkel, találkozik Vladimir Orlić szerb parlamenti elnökkel, majd Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével. A magyar köztársasági elnök felavatja az Újvidéki Egyetem Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkarának felújított épületét is. A tájékoztatás szerint Novák Katalin szerdán Bukarestben tesz le hivatalos látogatást, majd szeptember 13-án és 14-én Koszovóba is elutazik.
1-től, hogyha egy dolog... A Magyarországon élő szerbek számára az egyház a legfontosabb intézmény Porfirije szerb pátriárka szerint. Az egyházfő Lukian budai püspök 20 éves szolgálatának apropóján tartózkodott Magyarországon. Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek átadta a Karmelita kolostorban a Szent Száva érdemrend aranyfokozatát. Indoklásos szerint a magyar kormányfő politikájának köszönhetően a szerbek otthon érezhetik magukat távol gyökereiktől. Kiemelte, Orbán kormánya folyamatos erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a szó valódi értelmében élhessen a magyarországi szerb egyház és szolgálhassa az országban élő népét. Porfirije arról is beszélt, hogy a két nép közötti jelenlegi jó kapcsolat nem a véletlen műve, hanem a két ország vezetőinek őszinte és bölcs gondoskodásának eredménye. Komoly nyílt és szívélyes eszmecseréről számolt be Alekszandr Vučić Instagram profilján, amelyet Oroszország belgrádi nagykövetével folytatott. A szerb államfő szerint számos téma került a tárgyalóasztalra, ezek közül a kétoldalú kapcsolatokat és az energetikai kérdéseket emelte ki. A Belgrád és Pristina közötti párbeszédről is egyeztettek a felek. Vučić ismertette azokat a lépéseket, amelyekkel a szerb fél tompítja Pristina által egyoldalúan bevezetett intézkedések hatását a tartományban élő szerbek mindennapjaira és biztonságára vonatkozóan. Vučić újfent hangoztatta az ország szándékait a kompromisszumos megoldás megtalálására, valamint a regionális béke és stabilitás iránti feltett szándékát. Kétnapos látogatása érkezik Szerbiába Recep Tayyip Erdogan. A hivatalos program szerint a török elnök 21 óra 5 perckor érkezik a belgrádi Nikola Tesla repülőtérre. Szerdán 11 órakor ünnepélyesen fogadja Alekszandr Vučić államfő a Szerbia palota előtt, majd a felek négy szem közti megbeszélést folytatnak. Ezután a szerb és a török küldöttség ül tárgyaló asztalhoz, majd ünnepélyesen megállapodásokat írnak alá több területen. A 13 óra 15 percre tervezett sajtótájékoztató után a szerb és a török államfő üzleti fórumot nyit meg. Erdogan egyébként ma Boszniában tett látogatást, de Szerbia után Horvátországba is elutazik. A szerb kormány mai ülésén módosította egyes alapélelmiszerek, a többi között a tej felső eladási árát és egyes tejtermékek kiviteli tilalmáról is döntést hozott. A módosított rendelet szerint a 2,8% zsírtartalmú tartós tej literje mától 129 dinárba kerül. Változik az tartós tejtípusok maximális kereskedelmi árrése is, ez 12-ről 5%-ra csökken. A kormányrendelet szerint szeptember 30-áig a nyers tej és egyes tejtermékek kiviteli tilalma is hatályba lép, Észak-Macedóniát és Albániát leszámítva. Időszakos tejhiányról van szó, mindenki csak annyi tartós tejet vásároljon, amennyire valóban szüksége van, ezt kéri a szerbiai gazdasági kamara. Amennyiben nem halmoznak fel a lakosok tartalékokat, megfelelő lehet az ellátás. Felszólítják a lakosságot, hogy semmi értelme felhalmozni a készleteket, főleg nem azért, mert például a tartós tej szavatossági ideje hosszú. A szakemberek szerint egyébként a forgalmazók az összes eddigi tartalékaikat a vásárlók rendelkezésére bocsátották. Éjszakai mosás, a háztartási gépek takarékos üzemmódra való átállítása, ledes világítás használata. Csak néhány azokból a javaslatokból, amelyet az Energetikai Minisztérium közzétett az energiafogyasztás csökkentése érdekében. A 6,5%-os villanyáram drágulása a háztartások, önkormányzatok és vállalatok kiadását is növeli. Ha pár apróságra odafigyelünk, akár 15%-ot is megspórolhatunk, ami a villamos energiát illeti. Alacsony a vízállás a szerbiai folyókon, kevesebb áramot termelnek az erőművek. Egyebek mellett ez is hozzájárul a kialakult energiaválsághoz. Az általános áremelkedés mellett most az áramdrágulás miatt is mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk. A kérdés az, lehet-e, és ha igen, hogyan spóroljunk az energiafogyasztással? Tulajdonképpen amit muszáj, azt megcsináljuk. A porszívózás, mosás, vasalás, ez minden elmi. De a spórolós égőt használjuk. Amikor nem kell a villany vagy valami, akkor elolcsuk. Kicsit drága a nyugdíjhoz képest, minden drága. Spórolni már nem lehet, mert már annyit spóroltunk, hogy ettől kevesebbet fogyasztani nem lehet. Az árdrágulásnak nem örülünk minden esetre, de csak még annyit, hogy a nyugdíjat párhuzamosan nem emelik, mint a
bármit, amit vásárolunk. Az Energetikai Minisztérium nemrég ajánlásokat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogyan csökkenthető az energiafogyasztás. Néhány aprósággal otthonainkban is hozzájárulhatunk az energiafelhasználás csökkentéséhez és az alacsonyabb áramszámlákhoz. Akinek van két tarifás zónája, az éjszakai áramra érdemes áttérni a nagyobb fogyasztásokat, boiler, téli időszakban a fűtést, mosást, szárítást, ezt érdemes áttenni éjszakai áramra, mert jelentősen olcsóbb, mint a nappali áram. Cseréljük ledes égőkre a régi villanykörtéket, a boilert csak akkor kapcsoljuk be, ha szükségünk van a meleg vízre, hosszú távon pedig érdemes lehet megfontolni napelemek vagy napkollektorok telepítését. A minisztérium által megfogalmazott javaslatok egyébként nem csak a háztartásokra vonatkoznak, hanem az önkormányzatokra, közintézményekre egyaránt. Nije više pitanje da ste preduzeće ili smo individualci, da li smo domaćinstva. Mi moramo da pokušamo da snizimo potrošnju električne toplotne energije. Mnogo novca dajemo za sve to. A korábbi hírek szerint több uniós országgal ellentétben Szerbia nem tervez áramkorlátozásokat bevezetni. Ez azonban a polgárok együttműködésére is szükség van, hiszen a fő cél az energiarendszerre nehezedő nyomás csökkentése a fűtési szezonban. Az elmúlt 5 évben Szerbiában több mint 440 fiatal vesztette életét közlekedési balesetben. A baleseteket elsősorban a figyelmetlenség, a gyorshajtás, a közlekedési kultúra hiánya és sok esetben a túlzott alkoholfogyasztás okozza. A nyári hónapokban naponta közel 100 közlekedési baleset történik Szerbiában. Az elmúlt 3 hónapban 147-en vesztették életüket a szerbiai utakon. A közúti közlekedés legvédtelenebb résztvevői a gyalogosok és a kerékpárosok. A szabályok betartása mellett nekik fokozott figyelemmel kell részt venniük a forgalomban. Rafai Árpád elektromos kerékpárral közlekedik. Nagyon nehéz azért. Úgy rendes biciklivel, mint elektromos biciklivel, meg ezekkel a kis rollerokkal is, mert sokan nem odafigyelnek, meg nem is lehet hallani a hangot, úgyhogy... Ön szokott dudálni, vagy jelez, vagy mindig figyelni? Először szólok, és ha nem veszik észre, mert a mobiltelefon a fülbe, akkor megnyomom a dudát, és akkor kikerülöm, és megyek tovább. Sok esetben a hangos zenehallgatás, a vezetés közbeni telefonálás, valamint a túlzott magabiztosság is balesethez vezethet. Ezek mellett azonban nem árt az alapvető szabályokat is betartani, emelte ki Vujkovics Róbert, médiaházunk sofőrje. Elsőképpen meg kell tartani a távolságot az autók között, odafigyelni a féktávokra, ez az elsődleges, amire oda kell figyelni. A másik, hogy használjuk az irányjelzőket, amit sok ember nem használ, és nem tudjuk, hogy merre akar menni, fordulni. A harmadik, hogy tartsuk be a sebességkorlátozásokat, amik ki vannak jelölve, mert ez is sokat jelent a baleset megelőzésében. A figyelmetlenség mellett fontos, hogy ismerjük autónkat és annak képességeit felmérve közlekedjünk. Tisztában kell, hogy legyen az ember azzal, hogy egy járműnek mekkora ereje van, milyen ereje van és azt hogy kezeli. Ha gyorsan vezet, ha lassan vezet, akkor is tudni kell, mert ezek a mostani modern járművek nagyon jól gyorsulnak, és akkor is, tehát nem csak a nagy sebesség miatt történhet baleset, hanem egy hirtelen indulásnál is, egy kanyarodásnál, hogyha gázra lépünk. Tehát ezeket a helyzeteket tudni kellene kezelni. Ittasan tehát ne üljünk autóba, vezessünk figyelmesen, tartsuk be a szabályokat, és mindig kössük be magunkat, hangsúlyozzák a szakemberek. Ugyanis mindezek figyelmen kívül hagyása az életünkbe kerülhet. Az elmúlt 12 év politikájának köszönhetően mára már egy egységes Kárpát-medencéről beszélhetünk, amely a magyar hagyományok tovább örökítésének kitűnő alapjául szolgál, mondta Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár Szegeden, Mihalik Kálmán a Székely himnusz zeneszerzője halálának 100. évfordulója alkalmából tartott emlékülésen. Az eseményen többek között részt vett Szili Katalin magyar miniszterelnöki megbízott is, az emlékülés főszervezője pedig Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédság politikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos volt.
Az emlékülés a magyar és a székely himnusz eléneklésével kezdődött, ezután több előadást hallhatott a közönség, amelyek fő célja a nemzeti identitás erősítése volt. Kalmár Ferenc, az esemény főszervezője kiemelte, a székely himnusz a szózat és a himnusz mellett a magyarság himnuszává vált mára, amely már beépült a magyar identitásba is. Mihalik Kálmán, aki a zeneszerző a székely himnusznak, Szegeden élt és dolgozott, miután a Kolozsvári Egyetemmel átjött Szegedre, hiszen Trianon miatt a Kolozsvári Egyetem átköltözött Szegedre, és úgy hozta a sors, hogy itt halt meg. Ezért úgy gondoltuk, és összeállítottunk egy szervezőbizottságot, hogy itt kell megünnepelni, és itt kell megcsinálni azt az országos megemlékező emlékülést, amely ezt a kérdést, ezt az eseményt felhozza a fő hírek közé, és erősíti a magyar identitás továbbra is. Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár a bukovinai székelyekről tartott előadást, amelyben hangsúlyozta, ez a népcsoport a megélt viszontagságaival, történetével és helytállásával példát mutathat a nehéz helyzetben lévő magyar nemzetrészeknek is. Ma már egységes magyar nemzetről tudunk beszélni, egységes Kárpát-medencéről, hogyha oktatásra, kultúrára, gazdaságra, vagy akár médiára gondolunk, sportra, hogyha gondolunk. Nyilván ezt az egységet meg kell őrizni, és a nemzeti identitást tovább kell erősíteni. Az eseményen himnuszok a magyar közösségeink tudatában címmel tartott előadást Cili Katalin magyar miniszterelnöki megbízott, aki előadásában kiemelte, a 21. század globalizált és uniformizált Európájában a nemzetiségek sajátos jellegzetességei, értékei, mint például a himnuszok azok, amelyek tovább viszik és erősítik a nemzeti identitást és megteremtik a kohéziót. Az emlékülést a Szegedi Dóm látogatóközpontjának konferencia termében tartották nagy érdeklődés mellett. Nézzük a híradó további témáit. 1200 felhasználóval ismét működik a szabadkai népkonyha. Nyárias időben lesz részünk a hét derekáig, utána esős napokra van kilátás. Liz Truss volt brit külügyminiszter, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután II. Erzsébet királynő Boris Johnson eddigi miniszterelnök távozása után hivatalosan megbízta őt a kormány alakítással. A 47 éves Truss az Egyesült Királyság 56., a 96 esztendős II. Erzsébet királynő 15. miniszterelnöke, egyben az Egyesült Királyság 3. női kormányfője Margaret Thatcher és Theresa May után. Liz Truss és Boris Johnsont a Londontól több mint 800 kilométerre lévő Balmoralban a skóciai nyári rezidenciáján fogadta az uralkodó. A királynő először elfogadta Johnson lemondását, majd formálisan megbízta Trust a kormányalakítással. Az ukrán fegyveres erők ellentámadásba kezdtek, erősítette meg Volodymyr Zelenszky a BBC-nek. Ukrajna elnöke további részleteket nem közölt. Úgy fogalmazott, nem részletezem, hogy a támadás csak a herszoni területre vonatkozik-e. Egy vagy több felvonulási irányuk van-e, előre kell mennünk. Jelenleg is heves harcok dúlnak az ország keleti és déli részében. Az ukrán erők Hersonnál akarják áttörni az orosz vonalakat. Az összecsapások miatt elnapolták a terület Oroszországhoz való csatolására kiírt referendumot. Az elmúlt hetekben ismétlődő támadásoknak kitett zaporizsjai atomerőmű jelenleg nincs összekötve az ukrán villamos energia hálózattal. Az összeköttetések egy rész vissza a környéken dúló harcokban sérült meg. Kapacitáson felül működik a zombori befogadóközpont a szabadkaihoz hasonlóan. A nyugatbácskai város tábora közelében gyakoriak az összetűzések, a taxisok pedig folyamatosan ingáznak Szabadka és Zombor között.
A zombori befogadóközpont munkatársaival és illetékeseivel csak kamerán kívül tudtunk beszélni. Elmondták, hogy rendkívül nehéz most rendet tartani ebben a migráns központban, hiszen soha ennyien, mint most még nem tartózkodtak itt. Több mint 1200 illegális bevándorló van a zombori befogadóközpontban, és az illetékesek elmondása szerint gyakoriak, szinte napi szinten történnek verekedések, összetűzések egy-egy népcsoport, illetve migráns csoportok különböző tagjai között. Az egyik összetűzés során a szerbiai menekültügyi főbiztosság egyik sídi munkatársa autójának hátsó üvege is betört. Ott jártunkkor egyesek a szemetet szedték, a migránsok többsége azonban mobilozott és bevásárolni ment. A taxisok alig győzik a munkát. Két fiatal illegális bevándorló éppen egy állványos éjjellátót próbálgatott, amit valószínűleg a határátlépés kísérletekor használnak. Ott jártunkkor verekedés tört ki, fahúsángok is előkerültek. Állítólag sok olyan illegális bevándorló van a zombori központban, akik nem regisztráltak, emiatt ellátásra sem jogosultak. Őket az úgynevezett csencselők vagy élelmiszer, cigaretta, ital és gyógyszer csempészek látják el, akik között több rivalizáló csoport is van. Ők verekedhettek össze, legalábbis okostelefonja arab-szerb fordítóján, ezt írta le nekünk egy szír bevándorló. Sokan már hónapok óta Szerbiában rekedtek, nem tudnak átjutni a magyar határon, így egyre türelmetlenebbek. Nyugat-Európában jobb életkörülményeket remélnek. Look, brother, come here, no good, no shower, no sleep, police, yani, look, brother. Come, no good. Why? No good. Fight? Migrants fight? Yeah? No, fight? Yeah, no police, problem. A zombori befogadóközpont munkatársai megpróbálnak rendet tartani, de ekkora létszám mellett ez szinte lehetetlen. Megcsappantak a vértartalékok Szerbiában. A Szerbiai Vérátömlesztő Intézet szerint minden vércsoportból minimális tartalékokkal rendelkeznek. A legnehezebb nyári időszak lassan elmúlik, de a helyzet az illetékesek szerint kritikus, ezért kérik a polgárokat, hogy adjanak vért. Nem csak a rendszeres véradókat szeretnék megszólítani, hanem azokat is, akik eddig nem adtak vért. Mirjana Knezsevitja, az intézet munkatársa elmondta, az összegyűjtött vér 30%-át olyan páciensek kapják, akik daganatos megbetegedésben szenvednek, számukra a vér pedig gyógyszernek számít. Jelenleg Szerbia egy napra elegendő vértartalékokkal rendelkezik, naponta pedig mintegy 300-350 egységnyi vérre van szükség. Vért minden 18 és 65 év közötti 50 kg-ot meghaladó egészséges polgár adhat, a férfiak 3 havonta, a nők pedig 4 havonta. Csak nem egy hete üzemel a Szabadkai Népkonyha. A nyári szünet után ismét meleg ételhez juthatnak azok, akik Szabadkaváros Szociális Munkaközpontjának kritériumi alapján igényelhetik ezt a szolgáltatást. A Népkonyhát a Szabadkai Vörös Kereszt az önkormányzattal együttműködve pénzeli. Idén mintegy 32,5 millió dinárból gazdálkodhatnak, ami korán sem elegendő. Ezért a szervezet folyamatosan várja a cégek és magánszemélyek adományait. Szeptember 1-től ismét működik a Népkonyha Szabadkán. 33 ponton osszák a főtételt a mintegy 1200 rászoruló részére. Az egyik ilyen főtételt osztó pont a Palicsi helyi közösség egyik mögöttem lévő épülete. Itt minden hétköznap csaknem 100 ember részesül főtételben. 7 éve tengődik, rendkívül alacsony jövedelemből a palicsi farkas Eugén. Elégedett az étellel, amit naponta kap. Most munkaképtelennek vagyok nyilvánítva, és kapok valamennyi szociális segélyt, meg ezt a főtételt, készételt, igen. Amit, hát jól jön a két kenyér is, meg én meg édesanyám élünk, ő is már idős. Hát hasznos, mit mondjak, nagyszerű, hogy van. A napi ételek elkészítéséhez rengeteg alapanyagot kell felhasználniuk. Van olyan, hogy 350 kg krumpli, vagy 120 kg csirkehús, vagy 100 kg száraz bab is elfogy. Ma spagetti volt a menün.
Tizenvalány éve kapom a népkonyhát, nekem nagyon sokat tesz, a kenyér is, a főtétel is. Kevés pénzben lélek, meg a kislányom, most 2 éve férjem meghalt, most még nehezebb. Szerbiában 86 népkonyha működik, amely mintegy 34.500 embert lát el országszerte naponta meleg étellel. A szabadkai népkonyha 1993 óta folyamatosan működik. Itt 38 önkéntes és 6 állandó munkás látja el a napi teendőket, az élelmiszerek beszerzését, az ételek elkészítését, kiosztását, a csomagok átadását. Pillanatnyilag az 1200 népkonyha használótól 1000 napi szinten kapja a meleg ételt, a 200 pedig ezek az emberek, akik szállásokon laknak, akik távol laknak a helyközösségektől, és nem bírnak minden nap eljutni a meleg ételért, havi szinten megkapják az élelmiszer csomagot. Mit tartalmaz az élelmiszer csomag? Az alap élelmiszereket, szóval liszt, olaj, rizs, bab, cukor, konzervek és egyéb dolgok, szóval több mint 15 artikel van egy csomagban. Kedden többek között a ludasi, a királyhalmi, a hajdújárási, a mérgesi, a györgyéni és a dusanovói felhasználók kaptak élelmiszercsomagot. Miodrag Varó elmondta, hamarosan beköszönt a tél, és a melegedő szolgáltatására is szükség lesz. Sajnos az önkormányzat még nem jelölte ki azt a helyet, épületet, ahol mintegy 30 ágyal a melegedőt működtethetné a Vöröskereszt, tette hozzá a szakmunkatárs. Templombúcsút és falunapot ünnepelnek a hétvégén a 132 éves Bánáti Múzsián. Az ünnepséget hagyományosan a falu védőszentje Mária napjához közelebb eső hétvégén tartják. A program pénteken este a kamarazenekar koncertjével kezdődik a Szűz Mária szent neve plébánia templomban. Szombaton első alkalommal megtartják a Bálíts Mithát kézilabda emléktornát. Díszülést tart a helyi közösség tanácsa, a Magyar Házban pedig kiállításon mutatkoznak be a helybeli civil szervezetek. Lesz főzőverseny, művelődési műsor és lakodalmas est is. Ilyenkor megkétszereződik a 6.500 lakosú helyi közösség létszáma. A muzslai búcs az Múzsia legnagyobb ünnepe, meg egy őskori hagyomány. Erre napra nem csak a környező településekről jönnek sokan, hanem sajnos, akik muszáj volt, hogy elvándoroljanak a munka, meg a jobb élet lehetőségeivel, azok is hazajönnek erre a napra, és eltöltenek a sajátjaik, a rokonaikkal, a családjukkal egy kellemes hétvéget. Nordic walking edzések kezdődtek Szabadkán, ezúttal a cukorbetegek számára. Az edzésforma egy pár speciális bot és különleges gyalogló technika segítségével fejleszti az állóképességet, az izomzatot, a mozgás koordinációt, valamint az egész testet átmozgatja. A részvételért előzetes bejelentkezésre volt szükség. Most 30 fővel foglalkoznak, ami teltháznak számít, mondta el Fabu Ildikó edző. Ilyen edzések egyébként tavaly október óta vannak Szabadkán. Mögöttem lévő csoport az új Nordic Walkingos csoport. Ebben az esetben a cukorbetegekről van szó, tehát a cukorbetegeknek nyújtsuk most ezt a lehetőséget, hogy heti 3 alkalommal tudjanak edzeni, és hogy valahol ez az ő egészségükön tudjon javítani, és engem megkerestek Belgrádból, egy projektunk keretén belül, aminek a célja az, hogy sétáljunk a cukorbetegség ellen, és akkor itt jön a képbe a Nordic Walking, tehát ezzel kötöttük össze, mint mozgásformát. És most az időjárásról. Nyárias időben lesz részünk a hét derekáig, szerdán hajnalra foltokban pára köd képződhet, azonban a nap legmelegebb óráiban 26-32 fokot is mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napközben erősen megnövekszik majd a felhőzet, és egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Élénk, erős lesz a délies szél. A legmelegebb órákban 26-32 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, számottevő lehűlésre nincs kilátás.
labdarúgó felszerelést, egyebek mellett mezeket és focilabdákat tartalmazó csomagokat adományozott a Szerbiai Labdarúgó Szövetség a Szabadka és Zombor városokhoz tartozó alsóbb osztályú klubok számára. Az eseményen Szabadka polgármestere Stevan Bakić is részt vett. Az adományokat a Szabadkai Városi Stadionban kapták készhez az érintettek. Možemo da obradujemo ove ljude iz ovih amaterskih, da kažem, nižerazrednih klubova, ljude koje ja izuzetno poštujem, cenim, jer iz tih takvih klubova, iz takvih sredina se crpe veliki talenti i možda na kraju i velike zvezde ove fudbalske igre. Znam da su oni koliko im znači ova oprema, znam, jer sam bio u takvoj sredini i kad su mi se dešavale ovakve stvari, bio sam jako srećan. Nadam se da nećemo stati na ovom, da će Fudbalski savez Srbije nastaviti sa ovakvom praksom i da će uvijek biti na usluzi i ovakvim klubovima. Da pokaže se da se ne razmišlja i ne pomaže samo profesionalnim klubovima, nego se pomaže i niže razrednim amaterskim klubovima. Ma 8 mérkőzéssel elrajtol a labdarúgó bajnokok ligája 2022-23-as idénye, amely már a 31. kiírása az első számú európai kupasorozatnak, amióta BEK helyett BL-nek hívják. A 32 csapatos főtáblán mindössze egy újonc van, az Eintracht Frankfurt, amely a tavaszi Európa Liga győzelme révén vált jogosulttá az indulásra. A döntőt 2023. június 10-én Isztambulban rendezik meg. A magyar férfi vízilabda válogatott 11-8-ra legyőzte a legutóbb bronzérmes montenegrói csapatot a Splitben zajló 35. Európa-bajnokság negyed döntőjében. A júliusban kinevezett Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese sikerével kijutott a 2023-as fukuokai olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, amelyre a legjobb három kvótával nem rendelkező gárda szerez indulási jogot a kontinens viadalról. A csapatkapitány Jansik Szilárd 5 góllal vette ki a részét a diadalból. A címvédő és olimpiai bronzérmes magyarok a csütörtöki elődöntőben a spanyol-görög párharc győztesével találkoznak. És eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Magyar Összefogás néven indít listát a VMS a Magyar Nemzeti Tanácsi Választáson, közölte Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádióban. Határozott a kormány, mától 129 dinárba kerül a 2,8% zsírtartalmú tartós tej. Az elmúlt 5 évben Szerbiában több mint 442 fiatal vesztette életét közlekedési balesetben. Megcsappantak a vértartalékok Szerbiában, mindenkit arra bíztatnak az illetékesek, hogy adjon vért. Köszönjük figyelmüket, legközelebb 20 órakor jelentkezünk híradóval. Addig is nézzék a Pannon televíziót. Szép estét kívánok, viszontlátásra! We'll be right back.